A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Kezdődik városismereti műsorunk egy újabb adása, azaz folytatjuk a két héttel ezelőtti műsort, amikor csodálatos régi képeket láthattunk, és persze beszélgethettünk is róla szakértőnkkel, akit most is köszöntök, Váci Márk történész, városkutató. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket. Igazán különleges ez a válogatás, amit a műsorsorozatban bemutathatunk. Hogy jutottál hozzá? Hát ezeknek a fotóknak a nagy része a Szent István Király Múzeum által körülbelül 10 évvel ezelőtt indított emlékmentés programnak, kezdeményezésnek a révén, többek között a Deák Gyűjtemény honlapjáról is elérhető, illetve a most készülőben lévő Fehérvár Annó adatbázisban szintén megtalálhatók ezek a képek megfelelő adatokkal, amennyiben beazonosíthatók természetesen. A székesfehérvári fényképezés történetével kapcsolatos adatok azok viszont jóval korábbra nyúlnak vissza, mármint egyáltalán a kutatás, hiszen 1996-ban írta meg a szakdolgozatát Horváth Júlia, akkor még doktorandusz hallgató, székesfehérvári műtermek, fotóművészek témában, és aztán Kincses Károly fotótörténész mentorálásával folytatta tovább ezeket a kutatásokat. A fotóművészet folyóiratban is megjelent ez a szakdolgozat két rövid cikk formájában, tehát ez egy szerkesztett változata volt ennek a cikknek, és ez már tartalmazott például fotókat, olyan fotókat is, amelyek egyébként a Szent István Király Múzeumnak az újkor történeti gyűjteményében, azon belül a fotótárban megtalálhatók. Illetve a szakdolgozat pedig tartalmaz olyan fotókat, én ezeket most próbálom valahonnan előásni, amelyek eddigi kutatásaim szerint legalábbis a Szent István Király Múzeumnak a gyűjteményében sem találhatók meg. Egyébként Horváth Júlia számos helyen kutatott ebben a témában, városi levéltárban, megyei levéltárban, a Nemzeti Múzeumban, tehát még az is lehet, hogy ezek a fotók ugye onnan származnak. Mivel ugye nem tüntette fel minden egyes fotónál, úgy gondolom, hogy ezért az elég sziszifuszi munka lett volna. Ezért nem mindegyikről tudjuk, de a fotóknak az öme egyébként Székesfehérvárról származik. És ezekből az adatokból is tudjuk, hogy 1860-ban jelent meg először Székesfehérváron önálló fényképész, aki műtermet is nyitott, nevezetesen Pribék Antal, akinek a műterme mellett aztán a szomszédban a mai Várkörút Rákóczi utca sarkán felépült az izraelita neológ zsinagóga, és aztán innentől kezdve ugye a fényképeknek a hátlapján is, ahol ugye feltüntették általában, hogy kinek a műtermében készült ez a kép, már úgy nevezték meg, hogy Pribék Antal műtermében az izraeliták új imalája mellett, tehát ugye az új imaházat nevezték igazából így, és innen lehetett megtalálni. Aztán már jóval később kapott házszámozást is ez a műterem, akkor már nem Pribék Antal volt egyébként a tulajdonosa. Abszolút egy köztiszteletben álló emberről van szó. Ugye az első olyan fotóművész, aki tényleg műtermet nyit Székesfehérváron, bár vannak kortársai egyébként már a 60-as évek elejétől, és aztán ő az, akitől rengeteg fényképet rendelnek, nem csak magánportrékat, de szabad levegőn készült fényképeket is. Nyilván az újítás az tényleg a műteremnek a megnyitása, hiszen itt már ugye mesterséges körülmények között lehet ugye világítással és minden egyébben fényképeket készíteni, tehát műtermi körülmények között, ugye az időjárástól függetlenül igazából. És aztán különböző eseményeken is megjelennek természetesen a fotóművészek, például Pribék Antal is, és különböző eseményeket dokumentál. Az 1879-es országos iparkiállításnak az emlékalbumát
Bőh Ágosttal, az egyik szintén híres fehérvári fotóssal együtt készítik el. Ki is állítanak egyébként ezen az iparkiállításon, tehát bemutatják a saját munkáikat, és egy megőrzésre méltó emléket készítenek magáról a kiállításról és annak az eseményeiről, tehát több szálon kapcsolódnak ide. És aztán természetesen bejönnek más fotóművészek is, hiszen ez alapvetően egy művészet. Itt ugye a technikával kell azért nagyon sokat játszani, főleg kezdetben, bár manapság is azért az igazán jó művészi fényképek azok nagyon jól megkomponáltak, és általában nem egyetlen pillanat alatt készülnek el, és ugye nem a közösségi oldalak közönségét szolgálják ki elsősorban, már csak amiatt sem, mert a felbontás és a méret nem tenné lehetővé, hogy ezeket egyáltalán feltöltsék. Tehát alapvetően itt művészi munkákról van szó, akár egyszemélyes portrékról, még akár azt is mondhatjuk, hogy eseményfotóknál is már azért megjelenik az, hogy igyekeznek minél jobban megkomponálni ezeket a felvételeket. Nyilván a hangsúlyos személyeket ugye valamilyen középpontba állítani az akkori technikai lehetőségekkel, és hát természetesen a családi fényképeknek az elkészítése nem kevés türelmet igényel, nem csak a fotóművész, de hát ugye a családtagok részéről sem. Ugye a korábbi adásban beszéltünk róla, hogy azért a fotótechnikának a fejlődésével az exponálás ideje az például lényegesen lecsökken. Tehát mondjuk az 1840-es évek közepétől alkalmazott daguerreotíp technológiához képest, amikor ugye ezüstözött rézlemezre képezik le a fényt, hiszen innen jön ugye a fényképezés szó is, mint olyan, és a fénykép kifejezés, és aztán ezt utána polírozzák, csiszolják minden egyéb, hogy egyáltalán létrejöjjön ez az egyetlen egy példányban létező fénykép. Ennek az exponálási ideje még meglehetősen hosszú. Tehát az azt jelenti, hogy ez mozdulatlanságot igényel ugye az illető részéről. Nyilván akik ekkoriban igénybe vették ezeket a lehetőségeket, azok hozzászoktak ahhoz, hogy mondjuk egy fényképhez is, de ugye azt megelőzően egy festményhez például modellt üljenek vagy álljanak, tudták nagyon jól, hogy mire vállalkoznak. Az 1860-as években, de főleg a 80-as években, ahogy a technika ugye folyamatosan fejlődik, ez az exponálási idő egyre inkább lerövidül, de hát azért a mozdulatlanság az továbbra is nagyon fontos. Tehát tudjuk, hogy ma már ugye azért néhány másodperc alatt egy egész sorozatot lehet készíteni egy családról, és kiválaszthatjuk belőle, hogy na akkor melyik az, amelyik jó, és melyik az, amelyik nem. Itt viszont ugye elő kellett hívni először, hogy egyáltalán válogatni lehessen belőle, és hát elsősorban nem az volt a cél, hogy minél több készüljön, hanem egyetlen, ami tökéletes és lehetőleg mindenkinek megfelel, hiszen ezt kellett felvinni utána egy kartonált felületre, és ezt lehetett hazavinni. Feltűnhetett az is a nézőknek, hogy milyen sok fényképész működött a városban, mondjuk a századforduló környékén, de hát ez is pont annak tudható, hogy másmilyen módon nem jutottak képhez, tehát nem voltak otthon fényképezőgépek és egyebek, amik ebben segítettek. Így aztán igény volt az ő munkájukra, és ezért lehetett az, hogy egy időben is több fényképész műteremmel együtt dolgozott Székesfehérváron. Nagyon érdekes az, amit ugye te is mondtál, hogy rengeteg fényképész volt, ehhez képest nem volt olyan sok műterem. Tehát ugye múltkor is beszéltünk róla, most is szóba fog kerülni több alkalommal, hogy ugyanazon a helyen egymás után több fényképész, vagy esetleg fényképész család, vagy házas pár működött egy-néhány évig, egy-két évtizedig, de tudunk olyan műteremről is, ami évtizedeken keresztül ugyanott működött, és egyetlen egy tulajdonosa volt. Valószínűleg egyébként neki is voltak segédei, inosai, akik néha azért beugrottak, amikor kellett, a mester éppen nem ért rá, fontosabb dolga volt, olyan vendéget fogadott, akit ugye neki illett fotografálni. Tehát, hogy azért itt nagyon sokszor ugye nevüket adták hozzá. Tehát az, hogy mondjuk Pribék Antal műtermében készült egy fénykép, az ugye nem jelenti azt automatikusan, hogy Pribék Antal nyomta meg mondjuk a gombot, vagy ő exponálta volna tulajdonképpen magát a felvételt. Minden esetre ebből a műteremből származott a munka, ahogy például az itáliai barokk festményeknél is el szokták mondani, ez most egy friss élményem az Esztergomi Keresztény Múzeumból.
ott is bemutatnak a látogatóknak például egy olyan festményt, ami Botticelli műhelyében készült, de nagy valószínűséggel egyetlen egy ecsetvonás nem származik Botticellitől ezen a képen. De a stílusjegyek felismerhetők, és hát ugye látszik az, hogy több ember összedolgozott, és azt a minőséget állították elő, amit a mester egyébként előrajzolt, és aztán ugye a különböző fázisokban ők ezt festették, színezték, és a többi, és a többi. Tehát azért az eredetit mégiscsak ő állította elő, meg kvázi a sablont ő adta hozzá, és ugye ezt töltötték meg tartalommal. Ugye ezt a számfestést és hasonlókat azért ismerjük, nyilván ez már nem egy annyira művészi tevékenység, inkább hobbi szabadidő eltöltés, de talán ehhez tudnám a mai nap hasonlítani. És ugye a másik, amit mindenképpen érdemes még itt megemlíteni, ugye a sok fényképész, nem annyira sok műterem, azt nem mondom, hogy kevés, de nem olyan nagyon sok, hogy ugye említettem azt, hogy ezeknek a fényképeknek a hátlapjain megtalálhatók voltak a címek, ezekből a változásokat nagyon jól le tudjuk vezetni, és a hátlapok azért is nagyon fontosak, mert előfordulhat, hogy mondjuk ceruzával, tollal valaki ráírta, hogy kit ábrázol a fénykép, mikor készült, és a műtermeknek a címei is megtalálhatók ezeken, például a fehérvári címváltozásokat is nagyon jól le tudjuk követni, még olyan esetben is, hogyha mondjuk a műterem az maradt ugyanott, és a vállalkozás ugyanott működött tovább, de mondjuk közben az utcának a neve változott, a házszámozás változott, van olyan család, ahol különböző házszámokkal, címekkel találkozunk, és lényegében ugyanott vagyunk. És még egy, amit ugye szintén említettél, hogy nem minden családban, sőt, hát ugye a családoknál nem voltak fotómasinák. Én, ahogy az emlékmentés anyagát nézegettem, ugye digitálisan szkennelve a honlapon, meg az eredeti fényképeket is ugye azért javarészt átnéztem, kivéve a tasakokból, átforgatva, stb. Az 1930-as években találkoztam én először amatőr fényképezéssel. Lehet, hogy volt egyébként korábban is Székesfehérváron, bár ahhoz képest, hogy mennyire megkésett volt egyébként a fotográfia, hiszen az 1860-as évek elején jelenik meg, és ugye vannak olyan technológiák, amiket már akkor használnak Fehérváron, viszont csak két évtizeddel később. Tehát lehet, hogy volt amatőr fényképezés is. Én minden esetre 30-as évek elejéről láttam először ilyen amatőr fotókat, és a Csitári családnál készült, a Csitári családnak a nyomdász ágánál egyébként. Lehet, hogy vannak korábbiak, minden esetre egyelőre a fotógyűjteményben ezek a legkorábban elérhetők. Azt is láthattuk az eddigi képeken, hogy nagyon komolyan vették a díszletet egy-egy műtermi fotónál. Ezt azt sugallja, hogy azért nem voltak kicsik ezek a műtermek. Nem, hát ugye meglehetősen nagy helyiségekről van szó, ugye benne van a nevében is, hogy terem. Tehát azért el tudjuk képzelni, hogy mondjuk ahhoz, hogy ezt be lehessen rendezni, bármilyen enteriőrrel, és az összes többi díszletet olyan helyre lehessen tenni, hogy mondjuk semmi más ne látszon, csak ez az adott beállítás, ahhoz bizony azért elég nagy helyre volt szükség. És ezt általában ugye nem úgy oldották meg, hogy volt egy kicsi szoba, meg voltak különböző raktárak, hanem mint egy festészeti műterem. Ez is érdekes, hogy fényképészeti és festészeti műtermek működtek Fehérváron. Például egy időben a Pribék-féle műterem is ilyen volt, de említhetnénk akár a Bartos-féle műtermet, amiről még ugyan nem volt szó, de szintén ez a kategória, tehát hogy fényképészeti és festészeti műterem. Tehát mint egy festőnek a műterme, hogy ugye elkezd különböző munkákon dolgozni, a sarokban rengeteg festék, vásznak, lepedők, mindenféle állványok, és a többi, és a többi, és aztán a műteremnek a közepén, vagy különböző részein elhelyezve fölfeszített vásznak, ami ugye teljesen üres, de majd a mester valamit fog vele kezdeni. Van, ahol már elkezdett rajzolni egy vázlatot, van, ahol már elkezdett festeni is netán, mondjuk a nagyobb vonalakat, van, ahol már a finomabb munkákat végzi. Tehát azért viszonylag ritka az olyan művész, aki általában egyetlen egy dologra koncentrál egyszerre. És nyilván a fényképészeknél is ugyanez a helyzet,
hogy ugyanúgy, mint ahogy egy színpadot ugye be lehet rendezni szinte percek alatt guruló díszletekkel és minden egyébben, nekik is ezt figyelembe kellett venni, és úgy kellett megoldaniuk. Tehát általában azért nem mondjuk fix sarkokat használtak, hogy akkor itt van a lépcsős sarok, itt van a zsámolyos, vagy nem tudom, csak mondok egy ilyen buta példát, hanem ezeket berendezték, és akkor ezzel is ugye azért elég sok idő elment, tehát meglehetősen időigényes műfaj volt egyébként, amellett, hogy természetesen pénzbe is került. És hála nekik, hiszen ennek köszönhető, hogy fel tudjuk idézni egy kicsit az akkori világot, és az akkori életet az öltözködéssel együtt, és persze ismert székesfehérvári arcokkal is találkozhatunk. Szerintem mutassunk újra képeket, hiszen a mai műsorban is hozott Váci Márk magával sok érdekességet, úgyhogy érdemes lesz figyelni. Az első kép, amit megmutatunk, olyan, amit az előző műsor végén már láthattak nézőink, hiszen akkor vezettük fel a Schmidt Vilmos témát, tehát az ő műtermét és munkásságát. Igen, ugye a Várkörúti Pribék műterem, vagy volt Pribék műterem volt igazából az előző adásnak a fő témája. Ez pedig egy másik helyszín. Ugye a Pribék műteremre majd vissza fogunk egyébként térni, hiszen ott még évtizedekig különböző fotoművészek megfordulnak, fényképészek. Ez már ugye a Schmidt-féle műterem, ami különböző címeken működik, de gyakorlatilag ugyanarról az épületről van szó. Fazekas térnek is nevezik, ugye az egykori Fazekas piacnak a területe, tulajdonképpen a mai Városház térről van egyébként szó, illetve annak ma már folytatása a Koronázó tér, de hát egykoron a Szabadság térhez tartozott, ugye az előző rendszerváltás előtt még szerintem a legtöbben ugye emlékeznek rá. És ez a Fazekas tér, ez ugye folytatódott, hiszen ekkor még nem volt romkert, 1938 előtt, ugye a püspöki palota melletti területről van szó, és ezzel a palota kerttel szembeni egyik épület. Aztán ugye nevezik ezt később Kórház utcának is, hiszen a Városi Kórház ugye ezen a területen volt akkor megtalálható, ez a mai Szénatér Rákóczi utca sarka, ahol ma az idősek otthona van, ott működött egykor a Városi Kórház, és egyébként onnantól számozták az utcát is a város felé, tehát hogyha egy ilyen magas házszámmal találkozunk itt a Kórház utcával kapcsolatban, a Schmidt-féle műteremnél, akkor ez nem véletlen. Tehát ezt a két címet viselte, és hát ma azt mondhatnánk, hogy a Koronázó tér, mai Koronázó téren volt igazából ez a műterem, ahol Schmidt Vilmos egyébként nagyjából hasonló időben nyitotta meg a műtermét, mint Pribék Antal, és ugyanolyan elismert művészember is volt egyébként, ugyanolyan elismert fényképész, meglehetősen nívósnak számítottak az ő munkái, viszont ő jóval később kezdte el egyébként ezeket a reklámfeliratokat használni a fénykép hátlapokon. Ugye az előzőt is láttuk, hogy rém egyszerű, tehát gyakorlatilag csak annyit látunk rajta, hogy Schmidt-féle műterem, meg a cím. És ráadásul az is elég apróval, hogyha azt nézzük, hogy mekkora az eredeti fénykép. Tehát azért ez még nem annyira reklámcélú, de már azért látjuk rajta, hogy mégiscsak hol készült, hova érdemes betérni, ha valaki hasonlót szeretne készítetni. A következő kép is Schmidt Vilmoshoz köthető. Igen, amit említettél is, ugye a műtermeknek a berendezése egy férfi a lépcsőnél, ugye ez egy díszlet alapvetően, és aztán majd fogunk látni különböző egyéb díszleteket természetesen. Ugye a kornak a divatos ruházata, gyakorlatilag ez a sötét alapon sötét, hogyha lehet ilyen karikírozva fogalmazni, abszolút a férfiaknak ugye ez a komoly, méltóság teljes öltözete, ami hát polgártól főnemesig terjed gyakorlatilag. És milyen ötlet, hogy műteremben, díszletben megvalósítják a lépcső hatást? Valójában, igen, mert nyilván igen. Nem egy lépcsőről van szó, maximum egy fokról, persze, vagy kettőről. Vagy kettőről esetleg, de, hogy az illető ne lépje túl. Akár azt hihetnénk, hogy valami szép épület lépcsőjén. Akár az is lehetne, és mennyivel méltóság teljesebb egyébként. Lehetne karba tetkező férfi is, akkor is lehetne komoly. De ugye ez a félig emelt láb azért ez mégiscsak egy más hangulatot kölcsönöz az egész képnek. Talán még komolyabbá teszi. És egyben egy kis lazaság is van, igen, benne. Igen, azért az is. Női szemmel is legalábbis, mert bocsánat, hogy ezt hozzáteszem. Menjünk is tovább, hiszen van még hátlap Schmidt Vilmostól. Van bizony.
Hát ezen is igazából a korabeli cím található meg, ugye itt is látjuk az előbb említettem, hogy Pribék Antalhoz képest mennyire visszafogottak voltak a Schmidt-féle hátlapok. Hát láthatjuk, tehát igen, most azok mint egyfajta múzeumi leltári pecsét, igen. Szinte csak a legfontosabb információkat azok vannak bajban, akik kis televízión vagy monitoron nézik éppen, mert ott azért elég kevés látható, de megígérjük, lesznek még nagyobb látványok is továbbiakban. Tehát ez is egy hátlap volt, és aztán a következő képen már egy hölgy látható. Igen, ha minden igaz, akkor az összeállításban, illetve és még itt, előtte. Itt jön egy új fotós. Igen, igen. Itt ugye annyi kulisszatitkot azért hadd áruljak el, hogy amikor én összeállítottam ezt a listát, akkor ugye az előző adásra készült listán nem értünk végig. És én ugye megemlítettem itt Majláth Jánosnak a nevét, aki egyébként az elsők között volt, akik a legfontosabb eseményekről például fotót készítettek Fehérváron, meg fontos épületekről, és itt ugye ki is emeltem kettőt, amiket akkor nem mutattunk meg, de mivel Schmidt Vilmosnak lett aztán az üzlettársa és tulajdonos társa Majláth János, ezért gondoltam, hogy hozzuk ide mindenképpen. Aztán majd jönnek a Schmidt és Majláth féleképpen. Ő nem a hölgy. Tehát ez nem a hölgy természetesen, sokkal régebbi bútordarabról van szó. 1872-ben bontották le a budai kapunak a tornyát, 1809-ben bontották el a védműrendszert, tehát a külső városfalakat, amelyek ugye a belvárost és egyáltalán ugye a régi történeti Fehérvárt elválasztották az egykori budai külvárostól, vagy a felsővárostól, aminek a szélén épült egyébként a színház. Mindjárt az alapkövetételéről fogunk látni egy fotót, és épült többek között a Magyar Király szálloda. Ma már ugye ezek a belvároshoz tartoznak, illetve az Icsi-ligetet is ugye általában a belvároshoz sorolják. Én galád módon annak idején ugye ezt a felsővároshoz tettem. Nyilván ennek is megvan az oka. Na minden esetre ugye a belvárost határolta el a budai külvárostól ez a védműrendszer, és ez a budai kaputorony, ami az 1809-es bontások után egészen 1872-ig megmaradt, és József Nádor látogatásának az emléktábláját a mai főutca felőli homlokzatán elhelyezték, ugye hiszen József Nádor látogatása adta az apropót arra, hogy ezeket a városfalakat kibontsák, hogy a díszmenet végig tudjon haladni a később erről az eseményről elnevezett Nádor utcán, és aztán amikor 72-ben lemondják ezt a kaputornyot, akkor a mai szemináriumi templomnak illetve a korábbi szemináriumi templom, bocsánat, de ezen a néven ismerjük, homlokzatára kerül, a posta felüli oldalról van szó. Tehát ez Majláth Jánosnak az egyik legismertebb kültéri felvétele. Következő fotón pedig Majláth Jánosnak a másik híres felvételét láthatjuk. Egy nagyon fontos esemény, aminek a 150. évfordulóját ünnepli egyébként idén a város, illetve a Vörösmarty Színház is. Nemrég fel is hívtak egyébként ebben az ügyben, hogy keressünk közösen egy fotót. Aztán kiderült, hogy ez a fotó nekik is megvan, hál' Istennek, úgyhogy mert híres fotó. Igen, tehát igazából itt arról van szó, hogy 1872. augusztus 20-a, egészen pontosan, tehát azért ma már ez egy elég nagy ünnepnek számít, ugye, amellett, hogy a színház alapkőletétele, ugye Szent István ünnepe, leteszik a Városi Színháznak az alapkövét. Ugye korábban vándorszínész társulatok működtek a városban, nem volt állandó társulat, egyébként aztán a színház megnyitása után is még nagyon sokáig nincsen, és hát szerintem azért, aki nálam idősebb, vagy velem nagyjából egykorú, az nagyon jól tudja, hogy az 1990-es évek elejéig hivatalosan nincsen saját állandó társulata a városnak, tehát ez egy nagyon hosszú évtizedeken keresztül húzódó probléma, amellett, hogy a színház ugye körülbelül 15 évig használhatatlan a II. Világháború után. Minden esetre megtörténik ez az esemény, Majláth Jánosnak a felvétele ekkor készül, ugye szomszédban a Magyar Király szállodának az akkori állapota látható, ugye 1810 óta áll azon a helyen, tehát azért néhány évtizeddel idősebb, mint a színháznak az épülete, és aztán 1893-ban nevezik el egyébként Vörösmarty Mihályról magát a színházat,
ugye Fejér megye híres szülötte, a Ciszterci gimnázium egykori tanulója, akinek a Csongor és Tünde darabját természetesen bemutatják Fehérváron, ráadásul ugye Fehérváron nyomtatják az első példányait, tehát azért nem egy akármilyen műről van szó. És hát aztán 1893-tól egy jó ideig ugye a Magyar Király szálloda és a Vörösmarty Színház állnak egymás mellett, majd a szállodát átnevezik, aztán visszakapja a nevét, tehát ez is egy hosszadalmas történet. Minden esetre a két épület szomszédságának az első pillanatai azok itt kezdődnek. Mindemellett a kép kapcsán azért érdemes megjegyezni azt is, hogy előtte is, és a színház elkészülte után is, annak ellenére, hogy állandó társulat nem volt, kiváló országosan ismert művészek léptek fel Székesfehérváron. Igen, ha belefér még a mai adásba, akkor mindenképpen fogunk róla egy kicsit részletesebben beszélni, de azért említsük meg, hogy fehérvári fényképész nevezetesen Fekete Zoltán volt az, aki például Petőfinek az egykori székesfehérvári szálláshelyéről készített fényképeket. Lehet, hogy ezt majd csak a következő adásban fogjuk tudni megmutatni. Minden esetre itt összekapcsolódik a színészet ugye a fényképezéssel, és ha már a Magyar Király, akkor azért azt is mondjuk el, hogy többek között egyébként a Magyar Király épületében is léptek fel színtársulatok, még ugye a színház felépült előtt, illetve a Fekete Sas fogadóban szintén, ugye a Pelikán fogadó mellett, amit pedig ugye ma is ismerünk, hiszen a kamaraterem az ugye most is ott működik. Nos, tehát ez egy nagyon nevezetes kép, amit még várhatóan sokszor látunk, majd így pont az évfordulónak köszönhetően ebben az évben, de menjünk tovább. Igen, és akkor most már tényleg mutassunk meg néhány Schmidt és Majláth féle közös felvételt, illetve hát maga a műterem ugye közös volt már ekkoriban. A felvételt meg valamelyik őjük készítette, vagy valamelyik inas segéd esetleg. Ugye az asztalon ülő nő fantázia nevet viselő kép az első, amit itt megmutatunk. És aztán van egy másik fénykép, ugye ez egy polgári öltözet, tehát erről igazából olyan hosszan nem tudom észrevenni, hogy milyen rettenetesen karcsú a hölgy, úgyhogy itt valami fűzőről is árulkodik az öltözék. Valószínű, persze, nagyon valószínű, hogy az is van, illetve azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy biztosan nem egy széken ül, vagy valami kis hokedlin, úgyhogy itt is azért a díszletbe becsempésztek valami ülő alkalmatosságot, amiről ugye le tudott ülni, meg hát azért egy ilyen szoknyába amúgy se hokedlire szokás ültetni az illetőt. Így van. És látszik, hogy díszes asztalról van szó, még az is jelen van. A hölgy után fiú? A hölgy után egy fiút is mutatunk, így van, fiú öltönyben, ezt a munkacímet viseli, mondjuk így a kép. Ugye ezeknek a képeknek nincsen címe. Ugyanis ugye általában egyetlen személynek a portréja, amiről nyilván a készítető, illetve aki esetleg megkapta névjegy helyet, mondjuk ezt a fényképet, bár valószínűleg ennek a kisfiúnak a képét nem osztogatták névjegy helyet, de előfordult, hogy a rokonságban például körbejárt, nagyon jól tudták, hogy ki van a fényképen. Ezért van ma már nehéz dolgunk, hiszen viszonylag kevés alkalom van arra, hogy ezt még egyáltalán ki lehessen deríteni, vagy a fényképnek az adományozója ezt elmondja, és akkor ugye ezt írásban ilyenkor érdemes rögzíteni, aztán egy kicsit utána járni, hogy kiről is van szó. Az is előfordul, amikor beadnak a múzeumba, vagy akár az emlékmentés gyűjteménybe fényképeket beadtak annak, hogy ilyen ceruzával, tollal, mindenféle egyebekkel ráírták a hátlapra, vagy az adományozó, vagy valamelyik felmenő, akitől ez a kép származott, és akkor ugye azért mégiscsak könnyebb egy kicsit utána járni. És hát természetesen vannak ezek az úgynevezett munkacímek, amikor ugye igazából a kutató ad címet, vagy az, aki dokumentálja ezt a fotót, vagy beleltározza, ugye ad egyfajta leírást erről a képről, és hát ugye a leírásnak az elején rögtön az szerepel, hogy mi látható, ki látható tulajdonképpen a képen. Könnyítsük meg az utókor munkáját, ha a fényképet nyomtatunk, írjuk rá, igen, igen. Arra, hogy ki látható a képen, sokat segít. Esetleg, hogyha szabadtéren készül, akkor azt, hogy hol, illetve, hogy mikor készült, mert azért ez sem feltétlenül rossz dolog. Ma már ugyan nem lényeges ebből a szempontból, de korábbi dátumok alapján például tudjuk azt is akkor satszolni, hogy egy-egy műterem ettől meddig működhetett. Melyik lehet a legkorábbi fotó, melyik lehet a legkésőbbi.
Egyébként nálunk is a nagy családi fotóalbumokat őrző ládában vannak olyan képek, rokonokról, akiket már mi sem tudunk azonosítani, sajnos, úgyhogy ennek van értelme. Na, de ne kalandozzunk el, menjünk vissza a gyönyörű képekhez, vissza, hiszen hátlapot fogunk bemutatni. Igen, úgy gondoltam, hogyha Schmidt Vilmostól mutattunk hátlapot, Majláth Jánostól egyébként nem tudunk, hiszen ezek olyan kartonált képek, ez a két szabadtéri felvétel, ami egyszerű sima kartonra került föl. Itt viszont ugye egy portrénak a hátoldalát tudjuk igazából megmutatni. Mitől a sötét alap? Ez gyakorlatilag színválasztás kérdése, tehát ez azt jelenti, hogyha ugye a hátlap sötét színű, akkor egyébként az előlap is az, és igazából ami kiemelkedik rajta, az maga a kép, ugye ami világosabb, és ilyenkor azért általában ezüstözéssel vagy aranyozással még feltüntetik ugye az illető műteremnek a nevét, címét a fotónak az előlapján is, tehát ott legalul ez megtalálható. Általában. Azért ez már látványosabb, mint az előzőek. Én azt gondolom, hogy ez már sokkal látványosabb, és ugye múltkor beszéltünk a művészi grafikákról, fogunk majd olyat is látni természetesen, főleg ahogy elérkezünk a 20. század elejére, a 10-es évekhez, de azért itt is láthatjuk, hogy például a különböző kitüntetéseket már természetesen feltüntették. Ugye Schmidt Vilmosnak is voltak kitüntetései, Majláth Jánosnak is voltak kitüntetései, és ezeket ugye közösen szerepeltették már a közös műteremnek a fényképein. És ezzel a hátlappal el is köszönünk tőlük? Tőlük igen, de a műteremtől nem. Ugyanis egy Schréter és Bartos nevű cég működött itt a későbbiekben, az 1800-as évek végén, 900-as évek elején, tehát nagyjából a századfordulón, itt nem lehet pontos évszámokat ugye mindig tudni, nagyjából 1900-1902 körül szűnt meg egyébként ez a műterem, és aztán jött helyette egy másik. Minden esetre annyit tudunk, hogy ez a Schréter családnevű illető egy fotós családból származott, illetve Bartos Henrik, aki elsőként kezd el foglalkozni a családban Fehérváron fényképezéssel. Ő az az és Bartos tulajdonképpen ebben a névben. Tehát ugye lehetne Schréter és társa is, mint ahogy például Pribék Antalnál is ugye láttunk olyan fényképeket, ahol annyit tüntettek fel Pribék és társa, Pribék és társai, aztán volt olyan Pribék és társa Böch, vagy Pribék és Böch, tehát azért ez elég változatos, és hát itt nyilván arról van szó, hogy voltak, akik mondjuk üzlettársként beszálltak egy ilyen vállalkozásba. Hát egy Pribék Antalnak a műtermébe azért üzlettársként beszállni, még úgy is, hogy az illető ugye nem fényképész, meglehetősen jövedelmező, főleg, hogyha azt vesszük, és csak nagyon röviden visszatérünk Pribékre, hogy ő 6 éven keresztül helyettes polgármestere is volt a városnak. No. Tehát azért el tudjuk képzelni, hogy ez egy mennyire jól jövedelmező üzlet annak, aki mondjuk beszáll, akár csak idézőjelben pénzzel. Minden esetre azért meglehetősen nagy hasznot akasztott ebből valószínűleg. És általában ugye vagy azért társultak ezek az illetők, mert egyedül nem tudtak fenntartani egy műtermet, vagy pedig maguk mellé vettek egy üzlettársat, aki aztán később önállósodott. Itt arról van szó egyébként, hogy a Schréter és Bartos cég az ugye kezdetben közösen működött, és aztán majd Bartos Henriknek a családjából Bartos Malvin lesz az, aki beszáll ugyanebben a vállalkozásba, és itt is tanul, de később majd önálló saját műtermet nyit. Van arra bármilyen adat, hogy tulajdonképpen, mert ugye nem beszélünk itt a fényképészek hát életéről, magánéletéről, hogy felmutatni, mit tudnak? Tehát, hogy mennyit kerestek, említetted, hogy várhatóan igen jövedelmező volt ez a dolog. Tehát családi házak, épületek utánuk, vagy bármi, ami a vagyonukról árulkodik? Hát fehérvári példát most nem tudok említeni, ha jobban utána néznék, akkor lehet, hogy tudnék. Én egy később akartam megemlíteni a nevét, de akkor hozzuk ide Maj Manónak a neve. Talán sokaknak ismerős. Ugye Budapesten létezik az úgynevezett Maj Manó ház. Fényképész volt szintén, és mindjárt sorra kerülő Szigeti Jakab volt az egyik üzlettársa, aki budapesti lakosként jön Fehérvárra, elkezdi üzemeltetni a saját műtermét, majd visszatér egyébként Budapestre, és Maj Manónak lesz az üzlettársa. Na, ennek a Maj Manónak olyan lehetősége volt, hogy egy többszintes bérházat építetett,
a műtermének a jövedelméből Budapestnek meglehetősen előkelő részén. Ma sincs annyira rossz állapotban egyébként ez az épület, de hogyha kívülről megnézzük, hogy mennyire változatos például a homlokzati kép, hogy minden szint máshogy néz ki, kiúranak belőle erkélyek, és hát eléggé eklektikus maga az épület, akkor látjuk, hogy hát itt bizony azért volt pénz, és talán ő a legemblematikusabb példa erre az egészre, főleg egy olyan ma még létező épülettel, amit ugye példaként ide tudunk állítani. Érdekes egyébként, hogy a fehérvári fényképészek műtermeit, hogyha sorra vesszük, akkor azt el lehet mondani, hogy ők, hát a Pribék mondjuk építetett ugye igazából egy házat, amiben a műtermét elkezdte működtetni, és aztán ezt ugye később átvették mások, tehát nem a saját műtermükről volt szó, illetve hát akkor már sajátjuk volt, de ugye nem ők építették. Szigetieknél előfordult, hogy mondjuk egy háznak az udvarában építették fel az első kezdetleges műtermet, és azt kezdték el bővítgetni, de például pont az egyik szigeti, nevezetesen Szigeti József volt az, aki már egy kész házba, egy egykori bérházba költöztette be a műtermét, és gyakorlatilag ott csak bérlőként volt jelen. Bocsánat, egy kicsit elvittelek, de térjünk vissza. Lezárva a választ, így tényleg visszatérve a kérdésedre, hogy akkor egy ilyen kerek választ adjak, a végén legyen egy kerete is. Valószínűleg a fehérvári fényképészek azért nem kerestek annyit, mint a budapestiek. Nyilvánvaló, akkor a forgalom nem volt, de hát a képekről látjuk, hogy szívesen megfizették a székesfehérváriak is, hogy kép maradjon fel róluk. Térjünk vissza arra a fotóra, aminek az a címe, hogy Italozás. Italozás, igen. Hát ez is nyilván egy munkacím, tehát ez egy fantázia. Itt is alapvetően arról van szó, sajnos az illetőket nem ismerjük egyébként név szerint, legalábbis nem mindannyiukat, hogy valószínűleg egy olyan kocsmában készült, ahol ugye a tulajdonos ül elvileg középen, mellette áll az ő üzlettársa, állítólag rokona, ezt nem sikerült ténylegesen kideríteni, és ugye van két, mondjuk azt, hogy pincér felszolgáló, akik ugye kötényben ülnek, egyébként a másik két alakon is kötény van, csak ezt nehezebb észrevenni, ott ugye a dekoráció és minden egyéb takarja. Ez már egy kicsit könnyedebb fotó, de azért mégse az a nagyon-nagyon komolytalan. Ugye, ha jól emlékszem, akkor múltkor beszéltünk talán Fodor Józsefről. Na igen. Hát ott ugye a fekete testvéreknek az italozása, ugye valaki másnak a kocsmájában. Hát az már egy későbbi stádium volt az italozásnak. Hát az már ugye a 900-as évek eleje, ez még a 800-as évek vége. Én az estére is gondoltam, mert ott már kidőltek az igen, italozók. Igen. Tehát ugye az is egy beállított kép, meg nyilván ez is egy beállított kép, de hát itt ugye igazából arról van szó, hogy ez egyfajta fényképes reklám magának a beszálló vendéglőnek, vagy egyáltalán vendéglőnek. Itt kezdődött valójában. Nézhetünk hátlapot is a várostól ezek szerint a következő képen igen, hát ilyenünk is van. Ugye itt is igazából ugye a Schréter és Bartos cégfeliratot olvashatjuk, azt, hogy Székesfehérváron működtek, illetve talán még az is látható, hogyha valaki jól megnézi, hogy az egykori Schmidt-féle házban működött ez a műterem. Tehát ugye innen is tudjuk, hogy igazából a Schréter és Bartos cég, nevezzük őket cégnek, vette át ugye a Schmidt és Majlát féle műtermet a későbbiekben. Most nagyon jól megszerkesztett hátlappal mutatják meg magukat. Megyünk tovább egy következő fotóshoz, fényképészhez? Igen, itt egy kicsit módosítottam a sorrenden, de olyan nagy jelentősége nincsen. Úgy gondoltam, hogy ha már egy ilyen Schréter és Bartost behoztunk a képbe, akkor mielőtt a szigetiekre rátérünk, ami egy meglehetősen szövevényes történet, mutassuk meg, hogy a szigeti féle műteremben a Rembrandt fényírdának milyen képei készültek. Ez a Rembrandt fényírda, ugye hát nyilván a festőnek a nevéből következik, ugye képek készülnek itt is, de hát ugye fénnyel írják ezeket a képeket. Ugye a fényképészeti műtermeket nevezték nagyon sokáig fényírdáknak, tehát ugye innen is jön ez az elnevezés. Ezt jóval később is egyébként megtalálhatjuk, például az úgynevezett szecesszió fényírdánál, hogyha már Bartos Malvint említettem, az ő műtermében nyílik ez a szecesszió fényírda, aminek egyébként sem dolgozóját, sem vezetőjét nem ismerjük.
azt sem tudjuk, hogy pontosan mettől meddig működött, csak azt tudjuk, hogy Bartos Malvin, illetve Fekete Zoltán közötti időszakban ez néhány évet takar igazából. Tehát volt több ilyen fényírdája a városnak. Ez volt a Kaszárnya utcai fényírda, ami aztán később Kossuth utcai, és ez volt maga a Rembrandt. Itt innen egyébként két képet hoztam. Ezeket tudjuk megmutatni. Az egyiken tricikliző gyerekek láthatók. Igen, tehát azért itt is már látjuk, hogy nem csak a nagyon szigorúan és komolyan beállított fényképeket készítették természetesen, és a gyerekeket sem feltétlenül kényszerítették arra, hogy egy helyben maradjanak. Ha igen, akkor megoldották egy ilyen díszlettel, valószínűleg egyébként a gyerek nem triciklizett ki a képből. Tehát azért itt nem egy olyan járműről van szó, ami mozdítható. Ugye ez is egyértelműen díszlet, de minden esetre egy hangulati elem. Tehát, hogy a gyerek, az a fényképen is gyerek. És hát látjuk, hogy milyen bicikli volt akkoriban, azaz tricikli volt akkoriban, amit használhattak a gyerekek. Igen, igen, meg azért a gyerekeknek az öltözetét is nyomon tudjuk követni. A következő képen pedig egy idős hölgyet láthatunk. Igen, ugye szintén a Rembrandt fényírdában készült ez a kép, illetve egy hátlapot még azért tudtam hozni. Az idős hölgynek a portréjához még annyit azért mindenképpen, hogy nagy valószínűséggel egy özvegyasszonyról van szó, hiszen ugye sötét ruhát visel, feltételezhetően feketét, tehát ebből lehet azt következtetni, meg hát nyilván az életkorához illően is ugye ő már inkább sötétebb öltözetet visel. És akkor van tőlük ezek szerint egy hátlap, amit még megnézhetünk. Igen. Annak ellenére, hogy nem tudjuk a fotósok nevét. Az érdekessége egyébként ennek a hátlapnak, nagyon sokat kellett vadásznom ahhoz, hogy egyáltalán megtaláljam. Az emlékmentés adatbázisban és a Fehérvár annón nem találtam ilyet, úgyhogy a Fortepánról kellett egyet előkeresnem. És hát a Fortepánnak a keresője azért nem olyan egyszerű, mert ha az ember azt írja be, hogy Rembrandt fényírda, ennyire konkrétan nincsen találat. A Rembrandtra sincsen egyébként, azt elárulom, úgyhogy ilyenkor be kell írni, hogy Székesfehérvár, és aztán az ember szépen görget, ott van, és így találja meg. Nos, tehát hagyjuk akkor őket is, megyünk tovább. Annyit emlegettük már a Szigeti családot, és most újra itt vagyunk. Igen, hát a Rembrandtot azt egyszerűbb volt talán lerendezni, hogyha ismernénk a tulajdonosokat, akkor lehetne ugye róluk többet mesélni. Viszont ezt megelőzően azért egy jóval nagyobb vállalkozás működött ebben az épületben, amit neveztek Kaszárnya utca 5-nek, neveztek Kaszárnya utca 11-nek, volt Kossuth utca 11 is. Ugye 1888-ban lett Kossuth Lajos Székesfehérvárnak a díszpolgára, ugye a forradalom 41. évfordulóján, ekkoriban már engedélyezett ugye ilyet az uralkodó, meg egyáltalán ugye a bécsi udvar, és hát ekkor elnevezték valamikor a 90-es évek elején, nem tudom pontosan, Kossuth Lajosról ezt az egykori Kaszárnya utcát, hiszen a belvárosi laktanya az itt volt megtalálható, azon a helyen, ahol aztán később Széchenyi Viktornak a palotája felépült, a Vörösmarty körszékháza, ugye később az építők művelődési ház volt ezen a helyen, illetve ebben az épületben, és ugye a pénzügyi igazgatóságnak az épülete a sarkon, ahol ma ugye a tankerületi központ székel többek között, tehát ezen a területen volt ez az egykori belvárosi laktanya, ezért hívták ugye ezt Kaszárnya utcának egészen addig, amíg Kossuth Lajos nevét meg nem kapta. És itt működött ez a Rembrandt fényírda is, amit az előbb említettem, de hát ezt ugye jóval hamarabb kiveséztük. Hát a következő az viszont egy meglehetősen szövevényes ügy, hiszen az első szigeti, akiről tudjuk, hogy fényírdát működtet Székesfehérváron, a Szigeti Jakab. Az 1880-as évek elején költözteti a műtermét Budapestről Székesfehérvárra, ekkor még egyébként nem székesfehérvári lakos, tehát ő vezeti a műtermet, és ő a tulajdonosa, és hát nyilván hozza magával ugye megfelelő segéderőt, akik aztán ugye különböző főleg portrékat elkészítik. És itt az az érdekesség, és az bonyolítja a történetet, hogy ugye több szigeti is dolgozik Fehérváron, még ugyanazon a helyen is ráadásul egyszerre, tehát üzlettársakként, ugye itt rokonság van, testvérek, unokatestvérek együtt, illetve aztán van, aki később önállósodik, vagy korábbi önálló műterméből válik itt üzlettársa, tehát így jelenik meg például Szigeti József,
aki egyébként kezdetben a Vörösmarty téren működik, illetve akkor úgy írják, hogy a Vörösmarty térrel szemben. Hiszen Vörösmarty térnek gyakorlatilag azt a területet nevezik, ahol a szobor áll, tehát azt a kis szigetet, és ugye van az úgynevezett Kálozi út, ami ugye aztán megy igazából Szabadbattyán, és hát majd jó kanyargós úton Kálosz felé, ugye ez a mai 70-es út igazából, illetve... Sőt, hetes út, igen, köszönöm, régi. Igen, tehát igen, a hetes. És van egy Széchenyi utca, vagy korábban Széchenyi tér, amit aztán Vörösmarty térnek neveznek el, és ugye a Széchenyi utca az pedig az úgynevezett Brejnyféle tornyos háztól kezdődik. Ez is egy ilyen elég érdekes történet. És ebben a Brejnyféle, egykori Brejnyféle, akkor más Stadler-féle tornyos házban működik egyébként ez a szigeti féle fényképészeti műterem néhány évig, és aztán innen megy be a Kaszárnya utcai műterembe üzlettársként ez a Szigeti József. Van egy Szigeti István is, és itt még bonyolódik a történet, ugye Szigeti István egyébként a Tobak utcában nyit később egy műtermet, de kezdetben egyébként együtt dolgozik a rokonaival, és a fényképeknek az előlapján és a hátlapján is gyakran feltüntetik ezt, hogy Szigeti, na és itt nem egyértelmű, hogy I vagy J. Tehát itt azért különböző jellemzőket kell keresni. Hál' Istennek 1902-ben Szigeti Jakab császár és királyi kamarai udvari fényképész elismerést kap és tiszteletbeli címet, úgyhogy innentől kezdve ugye ezt feltünteti a fényképeknek a hátlapján. Visszatér Budapestről, hiszen ugye említettük, korábban Majmanónak volt az üzlettársa, és újra beszáll az üzletbe, és ugye hát az ő viseli a legmagasabb elismerést a családban, tehát egyértelműen ezt helyezik a fotóknak a hátlapjára. Innen tudjuk, hogy ekkor ugye Szigeti Jakab nevén működik a műterem. Tehát ezek a fotók valószínűleg tőle származnak, vagy legalábbis ebből az időszakból. Nézzünk is. És van egy Szigeti Henrikünk, akit majd mindjárt elmesélek, de azért nézzünk közben, igen, néhány nézzünk, fotót. Tehát jöjjön Szigeti Jakab, már csak azért is, mert beazonosított személyről készült a fotó, amit láthatunk. Egyrészt ugye a fotónak a hátlapján megtalálható az illetőnek a neve, másrészt ha nem találnánk meg, akkor is teljesen egyértelmű lenne, hogy kiről van szó. Rengeteg családi fényképen szerepel az illető, rengeteg fehérvári eseménynek a fotóján megjelenik, a dalárdák fotóin karnagyként megjelenik, és akkor már konkrétumot is mondjak, dr. Kneifel Ferenc ügyészről, ügyvédről van szó, aki egyébként a Székesegyház karnagya, a fehérvári dalárdának az egykori vezetője, és hát ugye a fehérvári kórusművész és karnagy dinasztiának tulajdonképpen az alapítójáról beszélhetünk, hiszen a család ugye úgy költözik Székesfehérvárra, és dr. Kneifel Ferenc az első, aki Fehérváron aztán karnagyként kezd el működni. Örülök, hogy láthattuk az ő fotóját, már csak azért is, mert ugye ismerjük a Kneifel családot, és nyilván tiszteljük őket, innen is üdvözöljük őket. Így van. Jöjjön akkor egy hátlap. Igen, ez egy ifjúkori portré volt, és ennek a hátlapját fogjuk egyébként most megmutatni. Ugye Szigeti Ezen aztán van minden. Minden van rajta, amit csak el lehet képzelni. Ugye Szigeti J. fényirdája, Székesfehérvárot, megtaláljuk rajta a címet, illetve természetesen a család ugye feljegyezte azt is, hogy Kneifel Ferencről van szó. Tehát ha ez lenne az egyetlen egy fotó róla, ugye szoktam ilyeneket néha mondani, ilyen apokaliptikus kijelentéseket tenni, akkor is tudnánk, hogy ő volt Kneifel Ferenc. Nagyon bele tudunk melegedni a témába, de jelezném, hogy hamarosan véget ér a műsor, úgyhogy azt hiszem, hogy addig tudunk eljutni, hogy még van egy Szigeti Jakab kép és hátlap, és aztán utána a szigetieket csak 2 hétre elengedjük pihenni. Igen. Tehát akkor jöjjön a 2 kisgyermekről a fotó. Ami igen, szintén. Ezen a képen ugye láthatjuk ezt a 2 kisgyermeket, egyébként szintén Szigeti Jakabnak a műterméből származik, majd mindjárt látjuk azt is, hogy a hátlapról lehet ezt is leginkább azonosítani. Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ugye említettem például a Schréter és Bartosnál, de a Schmidt és Majlátnál is, hogy ugye azért néha
a fényképeknek az előlapján is megtalálható a készítő műteremnek a neve, címe. Itt is egyébként ez jelentkezik. És hát ugye a kép meg magáért beszél, tehát mi látható rajta két kisgyerek, ezért kapta ugye ezt a címet természetesen, és ugye azt azért hangsúlyozom még egyszer, hogy természetesen nem a fényképnek a készítője adta ezt a címet a képnek. És nyilván nem tudjuk, hogy kik a gyerekek. Mivel nem tudjuk, hogy kik, ezért ugye két kisgyermek természetesen. És akkor a kép hátlapja búcsúzóul a mai műsorban még azt meg tudjuk nézni. Hú! Hát azért láthatjuk, hogy ez már egy mívesebb, és hát ugye amire mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, ugye az, hogy hol található meg a műterem, az a jobb alsó sorokból kiderül, tehát már ez a legkevésbé fontos. Hiszen mindenki tudja, Fehérváron, nem csak Fehérváron, Szolnokon is, hiszen Szolnokról is jött ide egy szigeti, Siófokon is működött ezzel párhuzamosan a műtermünk, hogy Fehérváron hol van a szigeti féle műterem, azt már csak ilyen nagyon apró bolha betűkkel odavésik, és a legtetején pedig szerepel ugye a legnagyobb kitüntető cím, amit ez a család el tudott érni, ugye nevezetesen Szigeti Jakab, 1902-ben császár és királyi udvari kamarai fényképész. Egyébként Majmanóval együtt, nagyjából ugyanakkor kapták meg ezt a címet. Tehát ebből látszik, hogy egyébként Privék Antal után nagy valószínűséggel Szigeti Jakab volt a legtekintélyesebb fényképész Székesfehérváron. És itt fogyott el a mai műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Báci Mártnak ezt a sok értékes fotót. Szeretném elmondani, hogy még rengeteg fényképész és rengeteg fotó van, amiről beszélni tudunk, de majd csak két hét múlva. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.